Új év, új remények. Többen így vannak ezzel. Megkérdeztük a szexárdi járókelőket, mire vágynak és mit várnak a 2023-as évtől. Remélem, hogy jobb lesz, mint a tavalyi év. Véget ér a háború, és hát remélem, hogy egy számjegyű lesz már az infláció, és nem két számjegyű. Mert most már a 20% körül vergődünk, sőt, hát a fölött, úgyhogy bízom benne, hogy a jövő év azért valami változást fog hozni. Nyugalmat, aktivitást, de közben mozgalmasságot, mert nagyon-nagyon sok tervünk van. A megkérdezettek többsége szerint a legfontosabb, amit hozhat ez az év, az egészség. Maradjon mindenki egészséges a családomban, ez a legfontosabb. Többit majd megoldjuk. Jó egészséget! Sok boldogságot, szeretetet, mindent. Egészséget mindenképpen, és hogy ezzel a háború miatt az árak valahogy, ha visszamennének, mert ez szerintem előbb-utóbb mindenkit tönkre tesz. Tehát így a vállalkozásokat, a boltokat, mindent. Azt szoktuk mondani, hogy rosszabb ne legyen, mint az előző év volt, azzal már elégedettek lennénk. Hát, hogyha meg egy napi aktualitást mondanék, ez a béke. Legyen béke, legyen egészség, közhely, de sajnos ez nagyon igaz. Hát a többit azt meg majd valahogy kibírjuk. Akadt olyan is, akinek konkrét vágya van 2023-ra. Hogy a papa gyógyuljon meg. Bízzunk tehát abban, hogy idén a legtöbb ember vágya teljesülhet.